Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket évzáró koncertünkön. A mai koncert keretében immár hagyomány szerint adjuk át az önkormányzat elismeréseit. Fogadják szeretettel mindenek előtt polgármesterasszony és Stanko Attila atya, plébános úr köszöntőjét, az est házi gazdái Néder Anita lesz és Polgár Balázs. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, ahogy az előbb elhangzott, én már hagyománnyá vált évvégi köszönöm koncertünkön. Az idei év nagyon szép eredményeket hozott. Ehhez az eredményhez az önkormányzat valamennyi szervezetére, a testület és bizottságok, jegyzőasszony és a kirendeltség valamennyi dolgozójának munkájára szükség volt. Szükség volt saját fizikai állományunkra, a közfoglalkoztatásban dolgozók és az őket vezető alpolgármester munkájára, a főépítés szakmaiságára, a műszakos kitartására. Szükség volt a konyhai, a közművelődési és az óvodai dolgozók támogatására. Szükség volt ezen felül a civil szervezetekkel és az egyházzal való jó együttműködésre és a nemzetiségi önkormányzat közreműködésére is. Végül, de nem utolsó sorban, pedig szükség volt minden zebegényi lakosra, aki bármi módon együtt dolgozott velünk, segítette az önkormányzat munkáját. A köszönetünk mindenkit megillet. A mai este kevés lenne ahhoz, hogy felsoroljuk azoknak a támogató zebegényieknek a nevét, akik a kertészeti munkálatokban dolgoztak, kapáltak, gyomláltak, locsoltak, palántákat, növényeket adományoztak, akik takarították a közterületeket, akik asztalos vagy ácsmunkában nyújtottak segítséget, akik a rendezvények színvonalát emelték közreműködésükkel, akik velünk együtt éjszakában nyúlóan moziztak, kukoricát pattogtattak vagy reggelivel várták a gyerekeket, akik gombócokat dagasztottak vagy ha kellett főztek, akik díszítették a tereket és kiszolgálták a rendezvényeket, zenéltek, akik faanyagot biztosítottak, plakátot, szórólapot, meghívót terveztek, akik süteményeket készítettek a vendéglátásokra, akik csodás fogadásokat rendeztek a település vendégeinek, akik nélkül nem érkezhetett meg a Mikulás, akik adományoztak, vagy akik megnyitották házukat, kertjüket a hozzánk látogató csoportok előtt, akiknek volt egy jó szavuk, mosolyuk hozzánk, akik tanácsot adtak és megerősítettek. Köszönet mindenkinek a jó szándékért és az együtt töltött időért. A 2018-as év még nagyobb erőpróba állítja majd az önkormányzatot. Ezt a munkát csak az önök támogatásával és segítségével tudjuk majd jól elvégezni. Van még mit fejlődnünk és van még mit tanulnunk. Vannak még hibáink, de vannak szép eredményeink is. Remélem, hogy továbbra is számíthatunk a közösségre, a falura, az itt élőkre. Jövőre is nagy szükség lesz támogatásuk bármilyen formájára. Fogadják hát mindannyian köszönetül a 2017-es évben nyújtott sok-sok segítségért a mai koncertet. 2018-ra pedig Kányádi Sándor versével kívánok mindenkinek áldott, sikerekben és egészségben, és leginkább békességben gazdag új esztendőt. Ballag már az esztendő vissza-vissza nézve, nyomában az öccsejő, vígan fütyűrészve. Beéri az öreget, s válláról a terhet legényesen leveszi, pedig még csak gyermek. Lépegetnek szótlanul, s mikor éjfél eljő, férfiasan kezet fog múlttal a jövendő. Köszönöm, hogy meghallgattak. És meg felkérem dr. Stanko Attila plébános urat köszöntője megtartására. Egyúttal tisztelettel köszönöm meg a település nevében, hogy rendezvényeinket támogatja, és hozzájárul, hogy koncertjeink és előadásaink a templom falai között kerüljenek megrendezésre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség,
és szép jó estét kívánok mindenkinek. Nem tudom, hogy mennyire járatosak a jelenlévők a diplomácia világában. Úgy szokott lenni, hogy amikor a diplomáciai testületek évvégén köszöltik a köztársasági elnököket, akkor a diplomáciai testület doenje köszönti mindig a többiek nevében a köztársasági elnököt, a nemesebb, illetve kevésbé nemesebb származású vezetőjét az országnak. A doen az mindig az apostoli nuncius, ő mondja el a köszöntő újévi beszédét, azért, mert ő jelképezi mindig a függetlenséget. De ugyanakkor a nuncius legtöbbször, de mindig hangot ad annak, hogy soha ne feledkezzünk meg arról, hogy hálát adjunk az elmúlt esztendőben elért sikerekért, elsősorban a Jóistennek, és a Jóistenre bízzuk a jövőnket is. Hogy engedjétek meg, hogy én is megtegyem ezt, figyelmeztetlek is benneteket, hogy ne feledkezzetek meg az Istenről a 2018-as esztendőben, ugyanakkor ne felejtsünk el hálát adni neki mindazért, amit kaptunk. Másodszorban a köszönet nyilvánításban, illetve a köszöntőben mindig megemlékeznek az ország vezetőjéről, és hát engedjétek meg, mint a falunak a doenje, ilyen szempontból megköszönjem községünk polgármester asszonyának is az egész évi kitartó munkáját. Ez a munka, illetve szolgálat, nem egyszerű szolgálat. Túl sok minden hárul egy embernek a vállára, túl sok mindennel kell szembenéznie az emberek a mi jó indulatunkkal, a mi butaságunkkal, a mi rossz indulatunkkal is. Ezek mind mi vagyunk. És ugyanakkor, mint vezető, mindig ki van téve a magánynak. Ebben az esztendőben megtapasztalta ő is, mit jelent magányosnak lenni a nehéz harcokban és kudarcokban, és megtapasztalhatta azt is, hogy milyen jó barátokra találni. Ez a csokor virág jelképezze az egész falunak a háláját, azokét is, akik mindig jó indulattal, mindig szeretettel, segítőkészséggel voltak irányába, mind polgármester irányába és mind személy irányába is. De legyen ez a bocsánat kérés virága mindazoktól, akik talán megbántották őt. Reméljük, hogy ilyen nem volt sok. Úgyhogy megkérem a polgármester asszonyt, hogy jöjjön ide előre. Köszöntések után meg is kezdhetjük koncertünket. Elsőként új fellépőnket köszöntjük, Bereckiné Kovács Stritkó Saroltát, előadásában pedig két népdalt hallhatunk. Egy bukovonai dalt, aminek címe Virágok vetélkedése, valamint Áldomás, ez pedig egy csíki népdal. Hallgassák szeretettel!
Az önkormányzati kitüntetések átadása következik. Az elismeréseket Hutter János népolgármester asszony adja át. Engedjék meg, hogy egy tavalyi elismeréssel kezdjük a sort. 2016-ban Mikes Zoltán úr nem tudott részt venni a koncerten, így az önkormányzati kitüntetés ünnepélyes átadására nem kerülhetett sor. Ezt a hiányosságot szeretnénk elsőként pótolni. Zebegény község önkormányzatának képviselő testülete Zebegényért kitüntetésben részesíti Mikes Zoltán urat, kérem fáradjon ki az elismerés átvételére. Mikes Zoltán az általános iskolában végzett lelkes munkájával vált elismerté a településen. Önzetlenül támogatta az oktatást, és nem csak mint magánember, hanem mint a Zebegényi Iskolás Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnöke is. Az önkormányzati munkában képviselőként is szerepet vállalt, az Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztjét is ellátta. Nem csak a képviselői időszakában, de a mai napig végzi az önkormányzati és egyesületi rendezvények hangosítását, részt vesz ezek szervezésében. Nevéhez köthető a templomításának kialakítása, szerelése, a trianoni emlékmű díszkivilágításának ötlete is tőle származik, és ő végezte a megvalósítást is.
Szikrisz Péterrel végzett munkájának eredménye a naponta felhangzó tárogató szó. Ugyancsak Péterrel szorgoskodnak az elavult önkormányzati hangszórók cseréjén is. A 3 éve életre hívott kertmozik lelkes szervezője és mozisa, ami nem kis teljesítmény, hiszen egy-egy munkanap után akár éjfél is helyt kívánnia. A Szőnyi tábor felújításában is aktív részt vállalt. A Tettekkel Zebegényért Egyesület alapító tagja, minden egyéb társadalmi munka aktív résztvevője. Szerény, visszahúzódó, munkájának és családjának is élő ember, aki mindent megtesz a közösségért. Bármilyen jellegű, azonnali megoldást kívánó munka esetén számíthatunk segítőkészségére. Több évtizedes közösségi munkájáért Zebegény község önkormányzatának képviselőtestülete egyhangú szavazással a 133/2016-i 12.7. határozatával Mikes Zoltán urat Zebegényért kitüntetésben részesíti. Most pedig következzen az idei kitüntetések átadása. 2017-ben a Szőnyi Múzeum és a Szabad Iskola 50. évfordulója alkalmából a képviselőtestület Zebegény művészetéért díjban részesítette Köpeci Rózsa és Klemné Németh Zsuzsanna úrhölgyeket. Az elismeréseket méltó átadására 2017. szeptember 1-én a Szőnyi 50 rendezvény keretében került sor. Ugyancsak ezen a rendezvényen Zebegényért kitüntetéssel ismerte el az önkormányzat Bodor Béláné Babus több évtizedes munkásságát. Amennyiben a kitüntetettek jelen vannak, kérem, tapsoljuk meg önket egy nagy tapssal. Zebegény közösség önkormányzatának képviselőtestülete Zebegény hírnevének öregbítéséért kitüntetésben részesíti Valc Gábor urat. Kérem, fáradjon ki az elismerés átvételére. Valc Gábor általános iskoláját Zebegényben végezte, osztálytársai és tanárai nagy büszkeségére. Rendkívül vidám, nagyon kitartó és minden iránt érdeklődő gyerek volt. Gyerekkorától nagyon szerette az állatokat, a természetet, de érdeklődő volt minden új iránt. Középiskolát Vácon végezte a Madách Imre gimnáziumban, és nagy szorgalmának köszönhetően felvételt nyert az Állatorvosi Egyetemre. 2010 és 13 között a Magyar Tudományos Akadémia Molekuláris Kutatóintézetében dolgozott, majd 2013 és 2014-ben a Harvard Egyetem ösztöndíjas kutatója volt. 2014-től a Magyar Tudományos Akadémia Molekuláris Medicina Kutatócsoport tudományos munkatársa, angol és német nyelven beszél és tartja előadásait szerte a világban, többek között Londonban, Barcelonában, Stockholmban. Eddig 19 publikációja jelent meg, a szám már lehet, hogy növekedett azóta, díjaztak külföldön és Budapesten, az utolsó 2017 évi kitüntetése az Ervin Kunz díj a Magyar Gasztroenterológiai Társaság legjobb angol nyelvű közleményéért. 2012-ben doktori fokozatot szerzett, de erről szerénysége okán nem sokan tudtak Kisfalunkban. Szorgalma és nem átlagos gondolkodása okán úgy látja a dolgokat, ahogy más nem. Sok mindenről már gyermekkorában is kis előadásokat tudott tartani, de mindig a társaság középpontja volt. Gyermekkori barátai a mai napig is követik sikereit. Végül álljon itt a doktori dolgozatának utolsó mondata. Megköszönöm édesanyámnak és édesapámnak, hogy megteremtették azt az erkölcsi és anyagi alapot, amely nélkül munkámat nem végezhettem volna el. Zebegény község önkormányzatának képviselőtestülete 97/2017 7. hó 5. határozatával további munkásságához sok sikert kívánva Valc Gábor urat Zebegény hírnevének öregbítéséért kitüntetésben részesíti.
Zebegény község önkormányzatának képviselőtestülete Zebegény művészetéért kitüntetésben részesíti Csánkiné Tomeg Marianna úrhölgyet. Az elismerést átveszi Csánki Tamás, kérem fáradjon ki az elismerés átvételére. Tomeg Marianna 1996-ban érkezett Zebegénybe fiatal énektanárként. Hamar bekapcsolódott a falu kulturális életébe, több mint 15 évig vezette fáradhatatlanul a Sonnenblumen dalkört. Itt az idős zebegényiektől összegyűjtött és magnóra vett dalokat tanította a fiatalokból és laikusokból, laikus idősekből álló dalkörnek, ami nem volt egyszerű feladat. A csaknem 100 műsorral hatalmas sikert arattak a lakosság körében. A zebegényi Szőnyi István általános iskola kórusát 2005 őszétől az utóbbi években Zebegényi Zengők néven vezeti. Repertoárjuk magyar és német dalokból áll, melyekkel kitűnő eredményeket értek el a német nemzetiségi versenyeken. Ez rengeteg munkát, erőfeszítést igényelt. Jelentősebb díjaik a következők. 2010, 13 és 14-ben Biatorbágyon aranyminősítést szereztek, és elhozták a Vándor Serleget, mely a kategória legjobbjának járt. 2011-ben Biatorbágyon ezüstminősítést hoztak, és szintén a Vándor Serleget hozhatták el. 2012-ben Biatorbágyon aranyminősítést nyertek, és ők képviselték az Észak-Magyarországi régiót az országos fesztiválon. 2012-ben Városlődön kitüntetéses aranyminősítést nyertek, 2015-ben Mős településen kitüntetéses aranyminősítést hoztak el. 2016-ban Biatorbágyon aranyminősítést nyertek. 2015. januárban a Málenki robotra a falunkból elhurcoltak, tiszteletére tartott ünnepi misén az énekkar megható, színvonalas ünnepi műsorral járult hozzá a méltó megemlékezéshez. 2015-ben a Budapest Kongresszusi Központban a Magyarországi Német Önkormányzatok napján rendezett gálaműsoron nagy sikert arattak önálló műsorukkal. Ezen a gálán csak olyan együttesek léphettek fel, akik a különböző német nemzetiségi kulturális fesztiválokon elismerést szereztek, így a Zebegényi Énekkar a Városlődön tartott országos német énekkari versenyen elnyert kitüntetéses arany minősítésének köszönhetően nyerte el ezt a lehetőséget. Nemrég az őszi önálló estjüket hallhattuk, mely alkalommal különböző népek dalait adták elő fergeteges sikerrel. Legutóbb pedig a januárban bemutatásra kerülő Málenki robot Zebegény hangja című filmben énekeltek, felejthetetlen élményt nyújtva. Zebegény község önkormányzatának képviselőtestülete a 174/2017 12-19. Határozatával további munkásságához sok sikert kívánva Csánkiné Tomeg Marianna úrhölgyet Zebegény művészetéért kitüntetésben részesíti. Zebegény község önkormányzatának képviselőtestülete Zebegényért kitüntetésben részesíti Buzgó Csanád urat. Kérem fáradjon ki az elismerés átvételére. Buzgó Csanád a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán szerzett építészmérnöki oklevelet. Különböző tervezőirodákban dolgozott Budapesten, Sopronban, mint építésztervező. Számos épületet tervezett szerte az országban. Talán amit legtöbbször emleget, a Soproni Deák tér és a kapcsolódó építmények felújítása. Viszont nem hallottuk még tőle, hogy a Deák téri műemlékvédelem alatt álló református templom felújítását térítés nélkül tervezte. 2009-ben Zebegénybe költözött családjával megépítette saját otthonukat, amelyet több település arculati kézikönyve pozitív példaként mutat be. Zebegény utcáiban is több lakóházat, nyaralót tervezett. Munkáját mindig nagy szakértelemmel, lelkiismeretesen végzi. Építészeti felfogását a funkcionális és szerkezeti tisztaság, az igényes tömegformálás jellemzi.
Tőle származik, hogy bár a 21. században élünk, próbálunk előretekinteni, de ez nem azt jelenti, hogy nem őrizzük a hagyományokat. Épületeinek megjelenésében egyenes jelleme tükröződik. Az általa tervezett házak illeszkednek a környezetükbe, zebegényi épületei a lejtős domboldalakra simulnak lépcsőzetes kialakítással. 2013-tól a Képviselőtestület pénzügyi és településfejlesztési bizottságának tagja. Bizottsági munkája mellett folyamatosan segítséget nyújt a településen felmerülő műszaki problémák megoldásában, azok tervezésében. A főépítési és a testületi munkát segítve oroszlán részt vállalt a rendezési terv és a kapcsolódó szabályzások kialakításában. Aktív részvételére munkájára mindig lehet számítani, még akkor is, ha saját munkáit vagy elfoglaltságát háttérbe kell helyeznie egy-egy azonnali probléma megoldásakor. Bizottsági munkáját a naprakészség és az apparátussal való folyamatos kiváló kapcsolattartás jellemzi. Javaslatait zebegény szerte irányítja. A teljesség igénye nélkül nevéhez fűződik az óvoda felújítás tervezése, a mackóház tervei, a vasúti esőbeállók tervezése, a patakhidak tervei, a konyha felújítása, de kivette részét a csapadékvíz elvezetések, Viszmajor pályázatok, útfelújítások előkészítésében és ellenőrzésében is. Szakmai felkészültsége mellett határozottsága, egyenessége, igazságérzete példa lehet a jövő generációja számára. Zebegény község önkormányzatának képviselőtestülete 97/2017 7. hó 5. határozatával további munkásságához sok sikert kívánva Buzgó Csanád urat Zebegényért kitüntetésben részesíti. Gratulálunk az önkormányzati elismerésben részesülteknek, folytassuk programunkat a zenei produkciókkal. Elsőként Nagy Gergely, Agárdi Zsuzsa és Himmer Gerlétet hallhatjuk, Demjén Ferenc Várj, míg fel kell majd a nap című slágerét dolgozták fel. Hallgassuk meg őket. Fire!